Sok diák az ellenállás szimbólumává vált kockás inkben tiltakozott a jelenlegi oktatási rendszer ellen a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium előtt. Országszerte több tucat iskolában szünetelt az oktatás ma reggel 8 órától 9 óráig. Ebből a nyíregyházi középiskolából mintegy 100 diák vett részt a sztrájkon. Ők azt mondták, a tanárok és a tanulók egyaránt leterheltek, ezen szeretnének változtatni. Igazából a tanárok mellett mi is le vagyunk terhelve, ugyanúgy sok óránk van. Hát sokat kell tanulnunk minden nap, minimum nekem például 8 órám, a heti 36 óra. Én magamról mondom, hogy én kb. Már nem bírom ezt. Az egyórás munkabeszüntetést még a március 15-i pedagógus sztrájkon hirdette meg a Tanítanék mozgalom nevében Pukli István, a fővárosi Teleki Blanka gimnázium igazgatója. Innen az Zrínyi Ilona gimnáziumból 24 tanár csatlakozott a polgári engedetlenségi kezdeményezéshez. Természetesen szerettük volna őket is megkérdezni, hogy miért is csatlakoztak ehhez, de azt mondták, hogy nem szeretnének nyilatkozni, mert így is nagy kockázatot vállaltak azzal, hogy csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Az akción a Magyar Szocialista Párt megyei szervezetétől is részt vettek néhányan. A párt egyébként korábban jelezte, hogy kiáll a sztrájkoló pedagógusok és diákok mellett. Voltak, akik meleg teával kínálták a sztrájkolókat, ezzel is kifejezve együttérzésüket. Az iskola előtt civilek is megjelentek, akik az iskolákat fenntartó klikket bírálták. Ezzel a klikkel pedig centralizálták az egész iskolarendszert, és nem tudja a gyerek se, a tanár se, a szülő se, hogy mit csinál jón ahhoz, hogy a gyereke egy élhetőbb, jobb világot a tudás ugye reményébe meg tudja valósítani álmait. Azok a diákok, akik nem sztrájkoltak, de tanár nélkül maradtak a munkabeszüntetés idejére, az iskola tornatermében egy diák társuk kisfilmjét nézték meg.